Budai Jenő képviselőtestület elfogadta a 2014. évi költségvetést. Simán zajlott ez a procedúra, vagy voltak élénk viták? Budai Jenő képviselőtestülete a 2014-es költségvetést elfogadta. Most 2014 ez egy jelentős év. És a lendületünk nem törhet el meg azért, hogy a közös hivatalunk, a Budai Jenő közös önkormányzati hivatal, az elég komoly energiát fordít a választásokra. Nekünk viszont arra kell koncentrálni, hogy egy normális költségvetéssel azokat a helyi elképzeléseinket meg tudjuk valósítani. Én úgy gondolom, hogy a 2014-es költségvetés részünkre kedvezően alakult, tehát eleve egy 100-150 millióval többel gazdálkodhatunk volumenében, mint ami az előző évben. Ennek kettő oka volt. Első ilyen ok az, hogy tavaly eléggé megszólítottuk a fejlesztéseket, tehát azt jelenti, hogy elég komoly tartalékkal, 70 millió tartalékkal léptük át ezt az évet. Most ehhez hozzá került az, hogy iparűzési adóból egy jelentősebb előrelépésünk van. Egy elég komoly cég és a helyi kisebb vállalkozások is és más vállalkozások is Budai Jenőn a iparűzési adóban az adózási aktivitás jelentősen megnőtt, ezért így a lehetőségünk is megváltoztak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a költségvetés, amiben most gazdálkodunk, ez biztosítani tudja a településnek a működését, azon kívül a betervezett fejlesztéseket, és még egy-két olyan váratlan kiadást is tud biztosítani, ami esetleg az év folyamán fog bekövetkezni, úgyhogy a képviselőtestület ezt a költségvetést egyhangulag fogadta el. Ez is biztosíték annak, hogy teljes a támogatottság, és ez a költségvetés remélem, hogy a településen ebbe az évben, ugyanúgy, mint az előző években is, olyan dolgokat tudunk megvalósítani, ami a helyi közösségnek a életminőségét azt javítja. A nagy politikában jobban meg lehet ezt csinálni, mert nagy politikában érzékelem az ígérgetéseket. Mi ezt nem tudjuk megcsinálni. Nekünk a helyi bevételünk ugye kötöttek, a központi támogatásaink kötöttek. Itt mi nekünk abban van mozgásterünk, hogy az egyéb területeken megnyerjük a vállalkozókat, hogy ezzel a kondíciónk, hogy ide csalogassuk Budai Jenőre most. Az elmúlt évben sikerült ebbe a dologba jelentősen lépni, és amit itt majd a fejlesztések kapcsolatban el fogok mondani, az már tavaly megjelölődött bennünk, a terveket már tavaly el kellett készíteni azért, hogy az idei költségvetésre bekerüljenek, és jelentősen javítsuk egy bizonyos területrészen az életminőségét, a közlekedést. És több apró olyan fejlesztés is meg fogunk valósítani, ami aktuális és megold olyan problémákat, hogy megelőz nagyobb problémákat. Hol, milyen területeken, milyen fejlesztések várhatók, és ezek milyen határidejűek? Ebben az évben a legfontosabb fejlesztésünk az, hogyha Budai Jenőre bejövünk, ott jobb kéz felől volt még egy gondozatlan terület, és egy útkivezetés elég korszerűtlen és lehangoló állapotban volt. Tehát ennek azért nem tudtunk eddig ezzel foglalkozni, mert ehhez jóvá kellett hagyni a helyi építési szabályzatot és az új rendezési tervet. Mivel ebben az évben jóvá hagytuk februárban az új helyi építési szabályzatot és a rendezési tervet, lehetőség nyílt arra, hogy ezeket az útépítési fejlesztéseket meg tudjuk valósítani. A Patak utca, ami már évek óta elég rossz állapotban, elsősorban azért, mert olyanok a felszíni viszonyok, hogy elég jelentős víz ugye folyik végig ezen a Patak utca, nem véletlenül a neve Patak utca, és hiába töltöttük fel ideiglenes anyagokkal, murvával, ezt mindig kimosta, tehát, és elég komoly, ott lakóknak ez komoly problémát okozott. Most ez a Patak utcát meg fogjuk javítani, nem hogy megjavítani, hanem újján fogjuk építeni, egy új utca fog épülni, és azon kívül az a rendezetlen terület, ami jobb kéz felül, itt a kis húsbolt előtti rész, és ahol a szelektív hulladék telep is van, az onnan el fog tűnni, és egy színvonalas útbekötéssel biztosítjuk a átmenő forgalomhoz való csatlakozást. Ezen kívül
szintén probléma volt ezen az úton való átkelés, hogy akik át akartak menni egyik oldalra a másikra, nem volt gyalogátkelő hely. Ezzel együtt egy szabályos előírt gyalogátkelőt fogunk építeni, és ez biztosítja a településen az, hogy az, akik átmennek a főúteste, nem csak a posta előtti részen, hanem itt a lenti részen is, mert jelentős a forgalom, itt is biztonságosan meg tudják tenni. Azon kívül ehhez kötődik a Rozmarink utcától egy járdaszakasz felújítása. Ez a járdaszakasz felújul, becsatlakozik ebbe az úttestbe, így gyakorlatilag Budajenőn a Rozmarink utcától a Vadvirág Bokréta útig, ami a településnek a túloldalán van, korszerű járdával, biztonságosan, babakocsival, gyalogosan lehet közlekedni, úgyhogy semmilyen akadály nem lesz a gyalogosan közlekedők előtt. A távlati elképzelések közül melyikről döntöttek, milyen beruházások indulnak? Hát ezek időn megvalósulnak, hát ezt nagyon szeretnénk, nem elsősorban választásokig, én nagyon szeretném júniusig, de itt júniusig de azért nem biztos, hogy elkészül ugye a falunapra, mert itt a hatósági engedélyezések Magyarországon elég komplikáltak. Itt rengeteg hatóság, pláne egy ilyen új út építésében, a vízelvezetéstől, elektromos művektől kezdve, a csatorna, ivóvíz társaságok, ezeknek mindnek beleszólása van. Tehát sokszor nem a tervezés és a elképzéssel van gond, hanem még az ember átnyomja ezeket egy megfelelő feszes határidőken ezeken a hatóságokon. Hát én nagyon remélem, hogy ez július, a nyár közepére ez el fog készülni az út. Fő utcában az árok felújítást félbe hagytuk, azt szeretnénk folytatni. Azon kívül a Hilltop följára, a Hilltop sétánynak a közlekedése mindig problémás. Most kitisztítottuk az árkot, és kiderült, hogy annak az alépítményt azért nem építették ki normálisan, és elég nagy a lejtő. Tehát állandóan gond volt az, hogy alámosta az útnak, és a Hilltop csak egyetlen úton a Hilltop sétány közelíthető meg. Tehát most szeretnénk egy olyan fix megoldást találni, ez jó pár millióba belekerül, ami ezt a helyzetet, ezt az állapotot megszünteti. Nyilván, hogy ezek mind plusz költség és források. Ezek az úgynevezett kisebb munkák, de ezek a kisebb munkák is azért jelentősek. Azon kívül a szelektív szigetet át kell rakni a főutca végére, mert ott nem maradhat. Még nem is ideális helyen volt ott a falu bejáratán egy ilyen szelektív sziget. A szél volt, szanaszét hordta szemetet, nem egy szép látvány volt ez a dolog. Ez átkerül a főutca végére, és ott is van egy olyan útszakasz, amit meg kell csinálni, hogy elég kátyús, hogy ott is a szelektív hulladékot elszállító járművek, és az ott közlekedő pár családnak is ugye a közlekedési viszonyai ugye javuljanak. Távlati elképzés már ebben a ciklusban ugye szerettük volna megvalósítani az óvodai férőhelynek a bővítését, és most már nem is annyira a bővítését, hanem a jelenlegi óvodánkban ugye a beltéri norma és a kültéri norma és a egy gyerekre jutó ugye norma, az a felét vagy felénél kicsit több, mint az uniós követelmény. Ezt bővíteni nem tudjuk, olyan helyen van, hogy szinte körbe van úttal véve, meg a műemlék templommal, tehát azon régi épület nem lehet emelni rá szinteket, tehát gyakorlatilag azzal nem lehet mit csinálni, egyszerűen tudomásul kell venni, hogyha még a gyerek létszámmal is az újat kell építeni. Ennek megvan a helye. Jelenleg most így egy ideiglenesen egy kisbolt üzemel rajta, hogy amennyiben olyan pályázatot írnak ki, mert ez 3-400 millió forintos beruházás, ha olyan pályázatot írnak ki, ami építési lehetőséget biztosít, ami azonnal pályázunk rá, és egy másik előnye még annak, hogyha egy új óvoda azon ki, hogy korszerűbb és egy sokkal kényelmesebb és minőségre jobb körülményt biztosítani a gyerekeknek fölépül, ott marad üresen az épület, ott egy ilyen falu központban egy kis szolgáltatóházat tudnánk csinálni, fogorvosi rendelő, akkor most gyógyszertár most már ott épül, esetleg egy olyan a Sanyi kert, tehát egy kicsit nagyobb léptékben lehetne itt ugye a helyi fogyasztást kielégítő kis áruházat építeni, vagy oda telepíteni erre a helyre. Tehát mindenképpen ez kettős szempontból jó, egyszer egy az új óvoda, ami megfelel a mai kör követelmények, a másik pedig az, hogy ott az a ház ki lenne használva, és egy olyan szolgáltatást tudnánk a Budajennek még ottan létrehozni, ami itt a településen szükség van rá és hiány. A pályázatokat említette,
Mennyire eredményesek a különböző pályázati eljárásokban? Hát a pályázatokra ugye azért lenne fontos, mert, ahogy mondtam az oldalánál is, de most van egy olyan pályázat, amire egy norvég alapú pályázat, amire tudunk indulni, és most ebből nem zárták ki a központi régiót, mert nekünk sokszor az a bajunk, hogy a központi régiót sok pályázatból kizárják. Ha már esélyünk nem sok, mert egy kb. 10 ilyen épületre van keret és pénz. Tehát mi pályáznánk a műemlék magtárnak a felújítása már foglalkoztatott bennünket ebbe a ciklusba is. A terveket egy német díszpolgárunk Gerhácsiknak a támogatásával elkészítettük, tehát van olyan tervünk, ami alapján pályázni tudunk erre a pályázatra. Hát egy 100 milliós pályázatot tervezünk a norvég alapú pályázatra pályázni, amit most a képviselőtestület jóvá is hagyott, és hogyha ezbe valamilyen formában olyan szerencsés körülmények között nyernénk, akkor ezen is lényegesen tudnánk javítani itt a helyi kulturális és a civil szervezetek és a rendezvényeinket is egy részét oda tudnánk vinni a műemlék magtárba, és ott is a környezete is esztétikailag is minden szempontból javulna. Azon kívül mi fontosnak tartjuk még távlatokba, de ez nyilván most már a következő évekre nyúlik az, hogy van ez a kis művöldési házunk, ami azért jelenlegi állapotában ilyen disznótoros rendezvényekre, vagy kisebb ilyen családias rendezvényekre alkalmas, de szeretnénk ezt olyan minőségben a bejárattól kezdve a kaputól a nyílászarokig úgy felújítani, annyi összeget ráfordítani, hogy egy színvonalasabb berendezésekkel látva, valóban egy ilyen hagyományőrzők háza, tehát Budaörön elég sok hagyományőrző egyesület van. Van egy sváb kórusunk, van egy ringlány táncegyüttesünk, van a Székely Társulat, ami Budaörön is, Budaörön kívül is, még nemzetközileg is elismertek, ugyanúgy mondhatnám ezt a ringlány táncegyüttesre, sőt, még a kórusra is mondhatnám, hogy elég sokat járnak a régión kívüli településekre is. Azon kívül van a Pántlika táncegyüttes, tehát nálunk nagyon indokolt egy ilyen hagyományőrzők háza, és ezt a kis művöldést, hát egy színvonalasra, jelenleginél sokkal jobb körülmények közé a próbákra, azokat a színpadszerkezeteket, ami nem olyan ideális már, meg a padlószerkezetnek a felújítása, ott ki lehetne alakítani egy kis kultúrtermet, mert adja magától, ilyen kisebb összejöveteket lehetne ezeknek a civil szervezeteknek tartani. Tehát ez egy ilyen dolog. A másik meg itt van az iskolánk, ugye, hát, hogy kívülről ránézésre az iskola nagyon jól néz ki, mert látványos ez a Skóth Bencés épület, csak mikor közelebb megyünk a külsejéhez, nagyon ráfér a tatarozás. Azon kívül egy ilyen műemléképület az azért energetikai szempontból rendkívül gazdaságtalan. Tehát most műemlék ide, műemlék oda, mert ugye szabályok a műemléknél nagyon merevek, viszont már ki kellene dolgozni egy olyan technológiát, hogy attól függetlenül, hogy műemlék, a nyílászárók is, a fő bejárati épületek is különösebb esztétikai megbontás nélkül egy olyan megoldást találni, ami ugye energetikai szempontból is gazdaságos. Tehát, és mellette, ha megépülne még az óvoda, akkor itt van ugye Budaörön ez az igazgatási és oktatási központ, amit mi kitaláltunk egy helyrajzi számon, akkor óvoda, iskola és a polgármesteri hivatal egy viszonylag rendezett körülmények között, az iskola és a hivatal most is rendezett, de az óvoda is, ha kerül, ez egy ideális helyzet lenne Budaörön, ha meg tudnánk ezeket a dolgokat valósítani, és ezek benne vannak a pakliba, tehát önrészt meg tudjuk teremteni, csak nyilván nekünk van egy 500-550 millió körülti költségvetésünk, egy 400 milliós oldalt azért nem tudunk, azért annék, de nem tudunk megépíteni pályázati támogatás nélkül. Viszont pályázati támogatással azt az önrészt, ami ezekhez szükséges, azokat elő tudjuk teremteni. Budaörön és környéke kedvelt turista központ, akár átutazó turistákról beszélünk, akár ideérkezőkről, és ez bevételi forrás is a településnek. Készülnek külön erre a
szezonra, hogy úgy mondjam. Hát igen, Budaörön két ilyen, nem is kettő, hanem most már mondhatom, három ilyen rendezvény van, mert most már falu disznó talán is megjelentek olyanok, akik nem Budaörönek. Valahogy fölkelt a honlapra, és itt már Pestről is jöttek ki. Falu disznó talán összehoznánk a farsangi rendezvényekkel, mert a farsangi rendezvények is elég színesek voltak, hiszen a budaörönei farsang most a székelytársulat volt ugye Csíkmenaságon kint, ugye Erdélybe is egy ilyen farsangi rendezvényen, és helyben is ugyanúgy megtartottuk. Tehát ez is egy ilyen farsangi időszaknak az a disznótor és a farsangolás egy jellemzője. Hát ami most hátra van, ugye mindig húsvét után a nyugdíjas találkozó, ezt a nyugdíjasoknak szoktuk rendezni, és ilyenkor a falu nyugdíjasát meghívjuk, és akkor ilyenkor egy kis műsorral és vendéglátással köszöntjük őket. És ami viszont két komoly rendezvényünk van, ami azért mindig nyom alatt van, egyik a budaörönei búcsú és a falunap. Ez az egyik rendezvény a június vége Péter Pál nap, tehát akkor lesz egy komolyabb rendezvényünk, és ami ugye tömegekben legjobban vonzat, tömegekben legtöbb nagy tömegvonzás van, az a szüret és a borünnep, amikor ugye megnyitjuk a pincesorainkat, akkor minden egyes együttesünk, civil szervezetünk föllép ezen a rendezvényen, felvonuláson ugyanúgy, mint a színpadon, azon kívül vendégművészeket hívunk ide meg, és akkor azok is föllépnek, a színességévé tezzük azért, hogy a más településekről és a távolabbi környékről is ugye ide jönnek az emberek, hát itt 1000 fölött szokott, vagy még inkább 2000 szokott a vendégek létszáma lenni ezen a pincesoron, mert van egy olyan pincesorunk, ami egy ilyen főútvonal mellett van, ami itt a környéken nem nincs másik, és azt ilyenkor lezárjuk, és egy nagy rendezvény van, és akkor egy születi felvonulása. Hát azon ugye sokan részt vesznek, és környező településekről, sőt Pestről is most már azért voltak olyanok, akik már Budaörsről és még távolabbi pontokról is eljöttek, mert mondták, hogy igaz, az egyek az rengetegen elmennek, rengetegen ott vannak, meg van itt kezes lábas, meg minden, most már ugye az megszűnt egyeken, viszont ennek a kis budaörönei születésbontnak nagyon jó a hangulata, tehát a hangulatát szeretik az emberek, és akik ide eljönnek és részt vesznek ezen a rendezvényen utána, szívesen visszajönnek. És itt nem csak a budaörönei borászok vannak jelen, hanem mi azért ezt az elődeink kitalálták, nem csak mi csak ugye a borünnepet átvettük, és hozzákötöttük a születet. Azért itt a Villánytól, Tokajtól, a Villány hétszőlő, akkor a Villán és más Eger borvidékről, tehát viszonylag 10-12 menő borász hozza ide a borait, és szívesen jönnek ide, azon kívül a Babarci Pince, Pannonhalmán is eljönnek ide. Tehát látszik az, hogy sokszínű, sok borvidékre jönnek ide, látványos, és ezek a borászok szívesen jönnek, mert nem akkora a tömeg, viszont a fajlagos forgalmuk nagyobb. Mert a másik helyen sokkal többen vannak, és itten azért nem oszlik meg annyira a vásárló tömeg, és ide szívesen jönnek át ezek a neves borászok, és a meghívásainak szívesen tesznek eleget. Ő tervezi az újraindulást a polgármesteri székért, hiszen ősszel jönnek az önkormányzati választások? Nyilván van itt még feladat, és amíg én úgy erőt érzek, meg lendületet magamban dicsem, hogyha nem, akkor én azonnal fölállok.